Igazi ünnepi forgatag fogadta a kőbányaiakat a második adventi hétvégén a Szent László téren. Az immár hagyományos Betlehemet idéző jászol és a kapcsolódó adventi gondolatok, énekek mellett a Városháza előtti jégpályán csúcsforgalom volt, a Szent László templom előtt pedig csili-vili ünnepi autókaraván várta a kőbányaiakat. A karácsonyi dallamok ünnepi hangulatba burkolták a második adventi gyertya meggyújtására egybesereglőket, akikkel Weber Tibor alpolgármester osztotta meg kapcsolódó gondolatait. Évek óta még a szokottnál is zaklatottabb világban élünk, hol egy vírus, most közelbe háború, csupa olyan dolog, ami nehezíti az életünket és az életkörülményeinket. Mégis ez a 4 hét alkalmas arra, hogy felkészüljünk karácsony igazi ünnepélye örömére, a kis Jézus születésére, és minden ennek az érdekében van. Itt a téren is láthatjuk a világnak a fényességét, a hangját, a mozgását, a lüktetését, de ez csak a külső. Karácsony és a előtte levő 4 hét adventnek a feladata, hogy megteremtsük a békességet a szívünkben, a családjainkba, hogy majd Szenteste valóban meg tudjon születni a kis Jézus. Köszönöm önöket, hogy eljöttek, és kívánom, hogy mindenkinek sikerüljön az életében, a saját kis családjában megteremteni ezt. Az amatőr és igen lelkes bikahang kórus ezúttal karácsonyi dallamokkal készült, de legtöbbször régi időket idéző, így 48-as katonadalokkal kedveskednek, igen gyakran idős otthonok lakóinak. Boros Andrást kértem, hogy mutassa be együttesüket. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ha egy emberrel találkozunk, akkor örömet vagy kedvességet adjunk a másiknak, és ezért mi, amikor alakultunk, tulajdonképpen a járvány alatt összejártunk a barátainkkal, hogy hát valamit csináljunk, és akkor ebből elindult, 4-en voltunk, de most már 14-en vagyunk talán, de lehet, hogy többen, de olyan 6-8-an minden pénteken megjelennek a Rózsavölgyi Művelődési Házban, a Rózsavölgy Egyesület befogadott bennünket, és akkor ott szoktunk próbálni, énekelünk, beszélgetünk, néha megiszunk egy pohár bort is, tehát ilyen férfiasan csináljuk, de vannak barátaink, akik ilyen öreg otthonban dolgoznak, stb., úgyhogy már voltunk öreg otthonban énekelni. Volt olyan néni, akinek szegénynek a lába már teljesen így valahogy ki volt csavarodva, egy tolószékbe ült az első sorba, de az minden dalt ismert, és mindent végig énekelt, és végig sírt. Úgyhogy a végén mi is majdnem sírtunk, de elvittem még az unokámat is, ő meg a Cica hang néven, a Lucika, ő is becsatlakozott. Hát az idősek annyira örültek, hogy itt van végre egy fiatal is, és a Lucika is örült, mert egy csomó csokit kapott, úgyhogy most már készül, ha megyünk valahol, akkor ő is készül, most külön dalla, most sajnos sem tudott eljönni. Szóval én azt gondolom, hogy ez fontos lenne, hogy legyenek olyan emberi közösségek, akik bíznak egymásba, akik szeretik egymást, akik, ahova nem az a lényeg, hogy valakit fizessen valamit, vagy megvegye a porszívót, hanem egyszerűen azért, mint egy ember, mi örülünk, hogy eljött, örülünk, ha valaki valami jó, és igazából olyan dalokat éneklünk, ami nekünk jó, tehát főleg katonadalokat éneklünk. Na, erről egy kicsit bővebben is szeretnék hallani, mert itt ugye vállalták, hogy az adventhez illően karácsonyi dalokat adnak elő, de hát a fő repertoár az másból áll. Így van, tehát mi főleg katonadalokat éneklünk, valahogy úgy érezzük, hogy a mai világból hiányzik egy ilyen férfias erő, tehát egy ilyen adrenalin bomba, mondhatni így, tehát hogy ahol megjelenünk, általában mindenütt azt mondják, hogy jó látni, hogy ennyi férfi együtt van és valami jót csinál együtt, tehát énekelünk, segítjük egymást, és van egy szakmai vezetőnk, Birinyi Józsefnek hívják, hát ő a népzenében egy nagy név, és hát nekünk egy nagy megtiszteltetés, hogy amikor tud, eljön és segíti a munkánkat,
Van egy olyan fiú, aki népdalokat szokott énekelni az utcán, neki meg ez a missziója, úgyhogy két ilyen nagyon erős pont van. A többiek meg mindenki szeretetből vagy azért énekel, mert igazából nagyon jó énekelni, mert összecsiszolódnak a lelkek, és én azt gondolom, hogy a magyarságnak erre van az egyik legnagyobb szüksége, hogy fogjunk össze, szeressük egymást, segítsük egymást, igyekezzünk, ha nem tudunk jót tenni, legalább ne akadályozzuk a másikat. A katonadalok repertoárját honnan válogatják, hiszen ez azért akár sok száz évre is visszanyúlhat. Igen, tehát a magyarság életében volt olyan időszak, amikor minden második magyar férfi valahol katona volt Európa valamelyik frontján, úgyhogy tényleg nagyon sok katonadal van. Hát ebbe is a Birinyi József segít nekünk, de hát azért mindenkinek van egy kedvenc dala, úgyhogy úgy raktuk össze a repertoárt, hogy tulajdonképpen főleg 48-as katonadalok, de aztán van olyan is, ami későbbi. Szóval ami valahogy valakit megérintett közülünk, és akkor van egy ilyen katonai dalcsokrunk, van egy mulatos dalcsokrunk, ami meg ugye a mulatásról, szóval a borivásról, mert régebben tudtak az emberek úgy mulatni, hogy nem az volt, hogy minél többet esznek, meg isznak, aztán mindenki rosszul van, hanem akinek a nevét, hogy Péter bácsi iszik most, vagy Jóska bácsi iszik most, de csak ő ivott egyedül, a többiek nem ittak, azok csak énekeltek. Úgyhogy mindig valaki, amikor rákerült a sor, csak akkor ihatott. Igaz, hogy akkor viszont a poárbort meg kellett inni, úgyhogy még a fejére is kellett neki tenni azért, hogy lássák, hogy az utolsó cseppig megitta. Tehát, hogy szeretnénk visszahozni ezt a borivásnak és a kultúrát szórakozásnak is ezt a formáját, hogy persze iszunk, de nem a részegség vagy ahogy ma bódulat, hanem a társaság, mindig énekelünk közbe, és hát elmegyünk nyugdíjas klubokba, ott is voltunk már nyugdíjas klubban, nagyon örültek, főleg nénik voltak, azért egy pár bácsi is volt. Táncot is szoktam tanítani, minden szerdán tanítok táncot, de ott is megénekeltettük, utána mondtuk, lesz egy kis tánc, és akkor mindenki mondta, jaj, itt fáj, ott fáj, de amikor elkezdtünk táncolni, jaj, de jó, most nem fáj semmi, úgyhogy akkor mondom, akkor tessék táncolni. És bocsánat, még egy nagyon fontos van szerintem, hogy akkor az ember öregszik, hogy fél a demenciától, azt mondják, hogy aki így énekel, táncol, tehát az agyát torna, vagy csakkozik, tehát ugye mindenkinek lehet más az útja, de ez is egy nagyon fontos dolog a demencia ellen. Tehát mi jókedvűen küzdünk a demencia ellen. Ez igazán jól hangzik, és megkérhetem esetleg, hogy a kedvenc dalát, vagy az egyik kedvenc dalát nekünk adja elő? Nagyon szívesen, nagyon szeretem. Van egy erdélyi dal, az, hogy udvaromon hármat fordult a kocsi, édesanyám, minden pakkom hozza ki a behívó levelemet, Székvárosban felejtsék a nevemet. Házunk előtt mennek el a huszárok, édesanyám, én is közéjük állok, én leszek az első század vezető, nem a világ ez a három esztendő. A kőbányai református egyházközség lelkipásztora Szilágyi Sándor András is adventi üzenettel köszöntötte a kőbányaiakat. Jézus nem tör be hozzád, nem tör be hozzánk. Nekünk kell megnyitni az ajtót. Ahol nyílik a zár, oda ő bemegy. És ahová ő bemegy, onnan sok minden hiába való dolognak ki kell jönnie. Aki vele közösségben van, az nem érezheti jól magát a bűneiben. Olyan nagy változást jelent ez az ajtónyitás az életünkben, hogy erre az ajtónyitásra csak ennyit mondhatunk. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nem lenne jó kinyitni ezt az ajtót? Ezért van az advent. Ezért van az adventi időszak, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját az Úr Jézus Krisztus előtt. Amen. A Szent László téren az ünnepi gondolatok tehát jól megfértek a korcsolyázók vidámságával, a szelfizők mosolyaival és az ünnepre készülődő kőbányát körbejárni induló autókaravánnal. Advent harmadik gyertyájának lángja ismét szombaton délután lobban fel a városközpontban, a Jászolnál.